A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta nagyapám, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. Jubileumi felolvasó napot rendeztek az irodalmár emlékére. Vas Albert életéről készült előadást is tartottak a megjelenteknek. 20. alkalommal rendezzük Dombóváron a Vas Albert felolvasó maraton, amely már csak nevében maraton, mert ma csak szombat délutánra korlátoztuk a felolvasást, de az kezdeti időkben, amikor másodszor hirdették meg az országos programot, akkor csatlakoztunk mi először, úgyhogy országosan már ez a 21. felolvasó alkalom. A nagymúltú eseményhez sok pozitív élmény társul. Évek óta együtt szervezzük. Eleinte valóban maraton volt, tehát az országos program szerint pénteken este elkezdtük, éjszaka is ment, és szombaton este országos zárással együtt zártunk mi is. De akkor utána, mivel az éjszaka az elég pangó időszak volt, ezért úgy döntöttünk, hogy szombaton reggel kezdjük, és akkor szombaton este zártuk. Délelőtt általában az általános iskolások jöttek felolvasni, meg a középiskolások, délután a felnőttek zömében. A gyerekek számára rajzpályázatot hirdettek. Úgy gondoltuk, hogy sokkal érdekesebb, sokkal látványosabb lenne ez az egész rendezvény, hogyha az iskolákat is bevonnánk, és a Vas Albertnek az egyik legszebb művét, a Mese az erdőről, azt hirdettük meg, hogy ehhez a meséhez készítsenek rajzokat, és 4 iskola jelentkezett, minden iskola 20-20 rajzot, tehát az volt a limitált, és minden iskolában 4-4 tanulót jutalmaztunk. 80 diák adta be alkotásait, amelyekből több szempont alapján választottak. Kollégáimmal összejöttünk, és akkor hát többen pontoztunk, és akkor aki a legtöbb pontot kapta, azokat fogjuk a mai napon egy kis apró jelképes ajándékkal jutalmazni. A gyerekek rajzait a könyvtárban tekinthetik meg az érdeklődők.